szemben a II. Világháború utáni Párizsi Béke szerződés hatására. Ország elveszítette a területének körülbelül 66%. Elveszítette a lakosságnak jelentős részét, köztük a 10-11 milliós magyarságból legalább 3 milliót. Az anyaországban 7,9 millió magyar. Ez az ország, amikor éppen csak 7,4 millió magyar maradt a bevándoroltak nélkül, hiszen nagyon sokan jöttek el köztisztviselők, közalkalmazottak Erdélyből, Felvidékről, akik nem vették le az esküt. Ezzel együtt bőven 200 fölött volt az infekulatusoknak a száma Magyarországon.